A kérdés tehát, hogy Johnny Clayton mennyire maradt meg, vagy éppen mennyire szabadult föl, hogy végül is sikerült bejutni az elődöntőbe. Ez egyik legnagyobb sikere Johnny Claytonnak, azon túl, hogy volt egy 9 szilas is ugye tegnap, tehát neki aztán eddig tényleg nem lehet panasza erre a hétvégére. Egyébként hivatalos mérkőzések alapján ez a 13. meccs, amit egymás ellen fognak játszani, és 7-5 arányban vezet Gerwin Price. A legutolsó meccsüket azt még 2019. október 15-én egy Player Championship fordulón Barnsley-ba játszották. Ami egyébként Gerwin Price-nál elmondható, és azért ez nem akármilyen teljesítmény, hogy zsinórban az 5. major elődöntőjét vívja, az azért nem akármilyen teljesítmény. Úgyhogy... És az idei, vagy fontosabban a hétvégi teljesítmény alapján az gondolom, hogy kinézhet neki. Tehát ennek a meccsen mindenképpen ő a favoritja, teljesítmények alapján, az itt nyújtott teljesítmények alapján, meg úgy egyáltalán, és azért egy döntő biztos jót tenne a kis lelkének, egy 180-nal is kezdi. 80 azonnal. ...58-ra válasz. Negyedik is benne. Ötödik is. És a hatodik is! 180! Milyen kezdés lenne? Nem csak Johnny Clayton dobhat Velsziként 9 nyilast a UK Open-en. 135-t azért oda tesz Clayton is. Na nézzük a tripla. Nem. Gerwin. Igen, majd a szünetbe elkérjük a üzenőjét, ellenőrzőt, azt beírunk egyet. 90-re megy le ez a 51-el, ugye? Majd 80, igen. 90-re, az nagyon jó. Az 15-ös, most 50-e van. Így is jó. 50 a dobás. Tehát nagyon magasan, még 228 pontja van, így most már kiszállom viszont, de 3 triplával 66, és nem kiszálló. Lehet ezt így is. Bedobja, 13 nyilassal kezd. Ugye Gerwin itt már 11 nyert legig megy a játék, igen, tehát egyel tovább, tehát 10-nél még nincs vége. De változatlanul nem kell 2-vel nyerni, tehát... Megint egy triplamentes kezdés. Egyébként Gerwin Price nagyon képes visszasüllyedni, és ezt most tényleg időzélesen mondom, az ellenfele, ha esetlegesen gyengében játszik, de bármikor képes arra is, hogy megújuljon, viszont jó lenne látni egy szenzációs Gerwin Price-t, és nem bántva Daryl Gurney kedvelőket, 134-es, de amit Michael van Gerwen a mai nap mutatott, az meg a tegnapi napon is már. Az valami szenzációs, és hogyha ez a két úr 140 összecsaphat majd egy UK Open döntőben, és mind a kettőjük a csúcsformáját alkotja, akkor a dárc ünnepét láthatnánk. 59-87-re meg. Nagyon jó, 11 nyilas, dupla 18, bedobja! Azonnal egy 11 nyilas. 13-11 nyil, jelen pillanatban ugye az 12 nyilas átlag, tehát 125,25 százados átlagon Gerwin Price két legután. 123, most egy picit lejjebb itt a pont 125-re, ezzel a 123-mal csökkenti az átlagát. 97. Ó, hogy játszik, de jó ég. Formában van. 140. Eltéved az egyesbe, azt ez egy 20-as. 81-e csak. 81. De, igen, na most itt egy kis... Malheur. 30. Igen.
Hihetetlen. Gary Price is azért ilyet. Te délután közvetítettétek a Gerver Ropros meccset. 10 fölötti átlag. Igen, és az, ahogy ezt ilyet Taylortól lehetett régen látni, hogy egyszer csak rákapcsol, és utána 140 most. Rákapcsol, és utána állandó 5-6 tripla kezdésből. Na, végre énekelnek. Lement úgy a délutáni program, nem tudom, mennyit láttál belőle, de lement úgy a délutáni program, hogy... mennyit láttam belőle. Akkor mindent néztem. hogy gyakorlatilag nem álltak föl a nézők, egy-egy 180-t kivéve. Tehát éneklés nem volt, egy nagyon furcsa volt. Százas. Nagyon szép. Harmadik 180 átdobja. Százas Claytontól. Levált 19-es. Még mindig 19-es. 58. Most nem jött a tripla. Kéne Johnny Claytonnak valami ébresztő 180-140. Még nem dobott egyiket sem. 60. Ez nagyon jó, az is. 140 megint. Szenzációs 120 fölötti átlagot. Te. Én nem is tudom, ez hogy jött? 55. Mit szeret? Gyönyörű van. Ez gyönyörű volt. Mit szeretett volna ezzel? Nem is akart kiszállni, az volt a fontos, hogy le tudjon kerekíteni. 92-es. Na nézzük azt a dupla 20-at. Dupla 10. Bedobja. Megint egy 14 nyilas. 4-0. Ez egy kijelentést azért nem lehet tenni, mert... voltak 5-0-ás, 5-0-ról valaki. 7-0 is volt. 7-1-re vezette a Tokonor, és Görni úgy nyert. Tripla 5-ös lett. Eddig csak asszisztálni tud. Eddig csak asszisztálni tud Johnny Clayton. 95. Ez nagyon jó, 70 pontja van. Az is jó, és a dupla 20. Kéne most már valami Claytontól, lehet, hogy jót fog tenni neki a szünet. Még mindig a dupla. Bedobja. Újabb 14 nyilas. 5-0-val indít az elődöntőben Gervin Price. Pici szünet, és aztán jövünk vissza a folytatással.